Folytatjuk a DVSC Scheffler új játékosait bemutató sorozatunkat. Ezúttal egy villámgyors szélső a vendégem, akinek úgy tűnik egyáltalán nem okozott gondot a beilleszkedés, a számok legalábbis ezt mutatják, hiszen a felkészülési mérkőzéseken szinte kivétel nélkül ő volt a Loki legeredményesebb játékosa. Töpner Alexandra a vendégem. Szervusz, köszöntelek nálunk! Szia, köszöntöm a nézőket! No, hát mondhatjuk azt, hogy ilyen szempontból tényleg gyorsan beilleszkedtél, mert valóban azt néztem, hogy 7-8 gólokat lőttél minden egyes felkészülési meccsen, tehát úgy tűnik, hogy ez fekszik neked egyrészt stílusban ez a csapat, másrészt a társakkal jól megérted magad. Igen, a játék stílus mindenképp fekszik nekem, mivel a kemény védekezésünkből az a célunk, hogy minél több gyors lerohanást és könnyű gólt tudjunk szerezni, és hát nekem szélső létemre ez a feladatom, hogy minél előbb felérjek a kapuhoz, és hát a felkészülési meccseken rendre a védekezésünk egészen jól működött, és ebből sok könnyű gólt tudtunk szerezni. És neked ott kell lenni már, amikor megvan a labda rögtön. Akkor azt mire nehéz kiszámítani, mikor indulj el, hogy ne legyen gond esetleg a védekezéssel, meg hogy mégis odaér az indításra? Hát azért azt már lehet látni, amikor egy lövő biztosan nem akar passzolni, és amikor már a levegőben van, abból már nem valószínű, hogy változtatni fog nekem, akkor már kell startolni, hogyha sikerül kivédekeznünk, akkor ott elől legyek szabadon. Érdekes ez, hogy nem számoljátok a gólokat, most mindjárt tőled is megkérdezem, a Hámori Consuela és a Kácsor Gréta is azt mondta, hogy fogalmuk sincs, hogy hány gólt lőnek, te is így vagy ezzel, nem vagy ennyire egoista, hogy számolod, nem, hogy nem, fogalmam lesz. Nincs, meccs végén, hogyha elmondják, akkor tudom, de egyébként az a lényeg, hogy győzelemmel jöjjünk le a pályáról, az egyéni teljesítmény meg az nem számít. Tehát ez egy abszolút csapatjáték ilyen szempontból. Igen. Itt ugye beszéltünk arról, hogy a védekezés az rendben van. Egy meccsetek volt, ami talán legalábbis az eredmény tekintve picit kilóg a sorból, ez a legutóbbi, amit egy sajnálatos baleset előzött meg. Mennyire volt az húzós az az eset? Ugye Kisvárdára tartottatok, és a busz karambolozott, emiatt később lett a meccs, ráadásul sokáig ott kellett nektek a 30-35 fokban vesztegelni az úton, így van? Igen, és még sétálnunk is kellett, míg a másik busz eljött értünk, amit Kisvárdáról küldtek. Én úgy gondolom, hogy ez a fejekben mindenképpen benne volt a meccsen, és hát nem lehet erre húzni a sok hibát, de én mégis azt gondolom, hogy ez mégis egy trauma, és hogyha nem is mondja ki mindenki, de belül szerintem mindenkiben benne volt ez, és hát ez meg is látszik az eredményen, mert nagyon szétszórtan játszottunk, így a védekezésünk is eléggé szétesett, de hát az a lényeg, hogy azt a mérkőzést is sikerült megnyernünk. Eddig valamennyit ráadásul ugye a felkészülési meccsek közül. Igen, szerencsére eddig nagyon jól alakulnak a meccsek, hát bízunk benne, hogy a bajnokságban ezt tovább tudjuk vinni. És a Fradi már retteket, akivel pénteken játszottak. Mindenképp. Oké, na beszéljünk egy picit rólad, mint emberről is. Ugye most költöztél Debrecenbe, valahogy be kellett illeszkedni a csapatba, másrészt meg kell találnod magad itt Debrecenben. Mennyire nehéz ez az életmód, hogy mondjuk egyik városból a másikba költözni kell profi sportolóként? Hogy néz ez ki? Hát mindenképp nehéz alapból, hogyha már egy új közegbe kerülsz, akkor újra ismerkedni mindenkivel, de az a szerencse, hogy több játékost ismertem előbbről, és illetve, hogy a lányok azok nagyon segítőkészek és befogadóak voltak, már az első naptól kezdve, hogyha bármi problémám volt, tudtam hozzájuk fordulni, de mindenképp egy profi sportoló életében ez nehéz, hogy évről évre újra kezdeni az egészet, de én úgy gondolom, hogy ez vele jár. És nem jellemző, hogy hosszú távú szerződéseitek lennének, ugye? Igen, ez egyre ritkább, hogy valaki hosszú távra kötelezze el magát. Uh-huh. Te hogy tervezel Debrecenben egyébként, hosszú távon? Én mindenképpen hosszú távra, én mondtam, hogy én nagyon messze lakom, szóval mondtam, hogy ez a költözködés engem teljesen kikészített, hogy mondtam, hogy én itt fogok családot alapítani, mert én már nem költözök innen sehova. Akkor ebben úgy látom, hogy beletaláltam, de kimondottan érzékeny vagy erre a költözködésre. Én nagyon-nagyon, mert nagyon sok cuccom van, és nagyon rendmániás vagyok, és ha valami nem ott van, ahogy én gondolom, akkor fel tudok robbanni. Aha, na mit jelent ez a rendmánia, akkor ezt teljes már ki egy picit. Hát nekem megvan a napi rutinom, hogy hogy kelek fel, hogy éppen mit csinálok először, hogy először megreggelizem, aztán elkészülök, aztán mindig hosszú időt hagyok kutyasétáltatásra, és ha valami közbe jön, hogy kicsit tovább alszok, vagy fáradtabb vagyok, nem úgy tudom, akkor teljesen borul az egész napom, és akkor le kell ülnöm egy 5 perccel összeszedni a gondolataimat, hogy akkor előről tudjam kezdeni, hogy ne legyen teljes káosz a napom. Hát mondjuk akkor ennek a kutyának nagyon jól neveltnek kell lenni, hogyha be tudja tartani a rendet melletted, hát nem? Hát igen, muszáj, de már megszokta a rendszert, hogy előbb megcsinálom magam dolgát, és amikor több időm van, akkor vagyok vele.
ilyen személyiség vagy, vagy mondjuk a profi sport hozta ki ezt belőled, hogy tényleg ilyen perce pontosan megtervezed a napi rendedet? Szerintem ez a profi sport, mert hogy tudom, hogy mit miután kell megcsinálnom, hogy úgy tényleg, hogy ne az legyen, hogy egy kapkodás legyen az életem, hanem mindenképpen nekem ez a jó, hogy minden percembe van osztva. És mennyire tervezel előre? Tehát mondjuk látod már azt is, erről pont a Konival beszéltünk a múltkor, hogy a pályafutása után mit szeretne majd csinálni, próbál úgy tervezni, úgy félretenni adott esetben, akkor te is ilyen lehetsz. Igen, igen, mindenképp vannak tervek, hát ez majd alakul, hogy a jövőben hogy fog kijönni. Ahhoz még fiatal vagy, hogy erről beszéljünk. Jó, a másik dolog ugye, ha már profi sport van, ennek egy komoly hátulütője, és tudom, hogy te ebben hát elég érintett vagy, rengeteg sérülést lehet, és komoly sérüléseket szerezni, ugye, főleg a kézilabdában. Hogy állsz te ezekkel? Hát igen, én hát a lehető összes sérülésen szerintem már túl vagyok, de hát az utóbbi években egyre sérülékenyebb, mármint hogy egyre kevésbé vagyok sérülékeny. Fiatal koromban mindent, amit lehetett, azt már átéltem, mindkét térdemet műtötték, ugye a rehabilitáció nagyon hosszú volt, amit mutattam a napokban, a jobb kezem az is háromszor volt eltörve, szóval mindenem már túl vagyok, a fejemet többször törtem be, szóval... És ez mind a kézilabdából adódik? Ez mind a kézilabdából adódóan volt. De fejedet, mérkőzés hogy arról rosszul estél, úgy több a Igen. Szóval mindig volt valami velem, amikor fiatalabb voltam, de az utóbbi időben szerencsére ezek elkerülnek, illetve szerintem a csontjaim is megerősödtek, és ennek köszönhetően mostanában nem vagyok sérült. De tök jó, hogy tudsz róla mosolyogva beszélni, tehát igen, nem úgy néz ki, mint akit ez egy traumaként ért. Most már nem. Ugye főleg az az érdekes, hogy a Békés Csabai mérkőzésen is volt egy esésed, egy gólt követően, amiből lett aztán egy népszerű videó, az egyik videó megosztó portálon, talán így mondhatom, hogy ne legyen reklám. Azt mondták viccesen a többiek, hogy különleges gólörömöt találták itt a debreceni időszaka. Mondtam a többieknek, hogy szokjanak hozzá, mert esni mindig fogok, de mindig felkelek. Ha nem kelek fel az esésből, na akkor van baj. Na, beszéljünk egy picit a célokról még itt a végére. Hogy látod, ugye azért itt komoly célokat tűztek ki Debrecenben, a bronzérmet meg kéne tartani. Lesz egy nemzetközi szereplés, ott már a Final Four-t is óvatosan emlegetik. Olyan ez a csapat, ami képes lehet erre? Hogy érzed? Szerintem mindenképp, hát hogy két fronton kell mennünk, ez biztosan nagyon nehéz lesz, de most az elején arra kell koncentrálnunk, hogy most elindul a bajnokság 5 mérkőzésre, hogy azt az 5 meccset behúzzuk, és akkor utána a válogatott szünetbe pedig újra fel kell építenünk magunkat, hogy a nemzetközi porondon, két fronton tudjunk menni, de hát minden csapat erősödött, én úgy gondolom, és mi is erősek vagyunk, és hát szeretnénk megtartani ezt a bronzérmet, biztosan nagyon nehéz lesz, de mi mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, illetve, hogy az Európa Ligában a csoportkörből tovább lépjünk, ez a legfontosabb, ez az elsődleges célunk, és hát ez a szerda-szombat mérkőzés rutin, ez majd reméljük, hogy bele fogunk tudni szokni, de még egyszer mondom, mindent meg fogunk tenni, hogy onnan is tovább jussunk. Ugye a csapat egy része átesett már a Covid-on is, ez mennyire jött jókor, vagy éppen rosszul? Lehet, hogy ilyen szempontból még szerencsés is, hogy nem a bajnokság közepén. Igen, szerencsére, úgymond szerencsére, hogy az alapozás elején sokan átestek rajta, és ezzel így akkora lemaradásuk nincs, és ezt most be is tudták, én úgy gondolom, pótolni ezt a lemaradást. Bízunk benne, hogy idén a többi játékost, illetve őket is elkerüli ez, és nem lesz ennyi problémánk vele. Te megúsztad ezek szerint? Én megúsztam szerencsére. Mondjuk erre már immunis vagy tényleg. Igen, ez van teljesen. Oké, személyes céljaid vannak-e mondjuk azért, hogyha 7-8 gólokat lősz majd Debrecenben meccsenként, bár tudom, hogy nem számolod, akkor előbb-utóbb akár a válogatott is szóba kerülhet. Ez mennyire lehet cél? Igen, nekem most az elsődleges célom, hogy sikeresen beilleszkedjek a csapatba, és hogy segíteni tudjam a csapatnak az eredményességét, és hogyha a közeljövőben ez válogatott szintet ér, annak nagyon örülni fogok, de nekem mindenképpen az elsődleges célom, hogy a Lokiban jól tudjak teljesíteni. De foglalkoztat ez a dolog? Tehát ez egy ilyen gyerekkori álom nálad is, amit szoktak? Persze, minden játékos, én úgy gondolom, minden játékos nagyon szívesen lenne a válogatottban, és tavaly meg is tapasztaltam, hogy teljesen más kávéház, mint egy sima bajnokság, teljesen profibak a körülmények, meg minden teljesen más, a játékosok is teljesen mások, de hát ott megtapasztaltam, hogy mennyi mindenben kell még fejlődnöm. Ha már profi körülmények, mennyire profi a Debrecen, mondjuk ezt mit mondanál szakmai szempontból, előrelépése, a körülményeket tekintve, milyen klubba érkeztél?
Én mindenképp úgy gondolom, hogy ez előrelépés számomra, és nagyon profi klubban érkeztem, mert ha bármi problémám van, bárkihez tudok fordulni, és egyből segítséget kapok. És hát úgy gondolom, hogy az a tavalyi bronzérem is mutatja, hogy mindenképp előrelépés számomra, és szeretnék ide beilleszkedni, és minél jobb teljesítménnyel segíteni a csapatot. Na hát akkor el sok sikert kívánunk. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.